Sziasztok, ez a veganblog.hu, én még mindig Ákos vagyok, és gyertek velem a mai napon is egy jó kis vegán étel főzésére, sütésére, ez pedig vegán kolbász, kolbászocska lesz. Sokan kértétek, és mi hallgatunk rátok, úgyhogy ezt fogjuk már elkészíteni. Nagyon fontos, olajmentes, gluténmentes, teljes értékű növényi táplálék, és még olajos magvak sincsenek benne. Tudom, hogy uncsi, de tényleg egyszerű lesz, nagyon gyorsan fogunk végezni, és nagyon finom lesz. A flamingónk ma nincs velünk, ő kimenős, nem evett elég bétakarotint, és visszafehéredett, és szégyeli magát. Úgyhogy most én leszek csak veletek, gyertek, nézzük, miből kell elkészíteni a vegán kolbászunkat. Nálunk a karantén alatt is vegán kolbászból van a kerítés, gyertek! A hozzávalók, gluténmentes zappehely, ha nem gluténmentesen étkeztek, lehet természetesen gluténos is, barna rizs, mi már megfőztük, tehát ez nem így szedtük ki az acskóból, de rizst már tudtok főzni, H2O, nem beszélünk róla. A zappehely liszt, egyébként ha épp nincs otthon, akkor le tudjátok darálni kávédarálóba, és ugyanilyen szép anyagot nyertek. Fontos és szerintem kiemelendő eleme a szilva ekvár, ami egy kicsi zsírosságot, illetve a kolbásznak azt a jellegét adja, ami miatt kolbásznak szerettük, amíg nem lettünk vegánok, de teljesen mindegy, a lényeg az, hogy kell bele, cukor helyett mi ezt szoktuk alkalmazni, egyébként ez egy cukormentes szilva ekvár. A fűszer, elegy, nevezzük így, a leírásban pontosan benne van, én most nem részletezem. A ketchup egy picit felvizezve, tudjátok már, ismeritek a trükköt, majd alkalmazni fogjuk, mikor a sütőbe tesszük a kolbászokat, és itt a rizspapír, távol-keleti boltokban vagy bárhol felelhető, ha nincs, akkor se esetek kétségbe, meg lehet enélkül is csinálni, visszatettem, átlátszó, könnyű, cuki, rizsből van, a víz felforralásával kezdjük a főzésünket. Fel is forraltuk a vizünket, egy picit vegyük vissza, sőt, jelentősen vegyük vissza, és kezdjük el a hozzávalókat beletenni. Kezdjük a lekvárral. Ennyi bénázást mindig engedjetek meg nekem. Mindegy, már benne van. A kis fűszer kombinációnk. Okay. Ezt szépen simára keverjük el. Már lejjebb vettük, tehát már nem forraljuk. Emlékeztek, legalábbis magamnak is mondom. Szilva lekvárral küzdök, hogy teljesen szép és homogén legyen. Szóval így kevergetjük, míg sima nem lesz, és utána jön a zab, illetve a liszt. Nagyon szép, homogén állapotú lett a mi kis főzetünk. Egy fontos info, gyorsabban, agresszívebben bánjatok ezzel a szerkezettel, mert én egy kicsit finoman nyúltam hozzá, tehát szépen elkevertük, és ez a lényeg. Ti is képesek vagytok rá, most jön a zappehely és a zappehely liszt. Bele is teszem. És ami nagyon fontos, hogy maradjatok mellette, mint Korda Gyuri bácsi mellett Klárika, mert ezt nem szabad ott hagyni csak úgy. Egy olyan 2-3 percig biztos fogom itt kevergetni, de azt már nem fogjátok látni. A lényeg az, hogy ezt most nem tudjátok megúszni. Keverünk, csináljuk. Nézzétek, milyen jó, tényleg kemény állagú massza, tehát ne ijedjetek meg tőle, ennek pontosan így kell kinéznie, ilyen kis küzdelmes. Sütőt gyújtsátok be, és a következő lépés az, hogy hozzátesszük a rizst, és még keményebben fogok küzdeni, hogy szép legyen. Jöhet a rizs! Szépen egy neműre keverjük. Tehát se fiú, se lány nem lesz. Utána már nagyon gyorsan el fogunk készülni vele. Ezzel egy picit ti is küzdjetek, jó? Nem annyira vészes, csak... Hely, te bunkocska, te drága! Mindegy, ezt már megszoktátok tőlem, úgyis szép lesz a végére.
Figyelem, figyelem, 18 éven felülieknek, mások nyugalmát megzavarhatja ez a jelenet, mert bele kellett nyúlnom. Nagyon ne törjétek össze, jó az állagát, de azért szerintem kézzel hatékonyabbak lehettek. És még egy fontos dolog, fűszerezni ilyenkor még tudjátok, kóstolgassatok bele, de én biztosra mentem, de ilyenkor még változtathattok egy picit az ízesítésén. Itt az ideje, hogy formát adjunk kolbászainknak. Először vizezzük be kezünket. Ja, fontos tipp, tényleg kiemelendő. Vizezzük be kezünket. És vegyünk egy ilyen kolbásznyi adagot. És elkezdjük így. Így nem ragad rá a kezünket, tehát jó tipp ez, tényleg vegyétek komolyan ezt a tanácsot. Hát ez mint a felvételt nem nyert artista, ez kicsit így dobáljátok. De szerintem az sem ilyen kis rolád, vagy mini kolbászra emlékeztető formát elértük. Szerintem jól néz ki, ahhoz képest, hogy most csináltam először. Itt vannak a kolbászkáink, nézzétek, milyen szépek lettek. Van egy kis pici, aki azt hiszi, hogy valaha nagy lesz, de nem, mert meg fogjuk enni, ilyen kicsin is. Ő maradt, mint kis tartalék-martalék. Nézzétek a méret, nem szívesen mondok ilyet hölgynézőknek se, de itt a méret igencsak limitált, hiszen a rizspapírba nem fér bele egy nagyobb kolbász darab. Csak a felét fogjuk rizspapírba tekerni, hogy lássátok, akkor is, ha nincs otthon ilyen eszközötök, vagy alapanyagotok, akkor is elkészíthető és finom. Ő a rizspapír, és ez nagyon meleg víz, nyilván a kezem azért ki fogja bírni, de egy picit ezzel fogjuk felpuhítani, és ebbe fogjuk beletekerni mindjárt a kolbászt. Amikor már érzitek, hogy jóval puhább, mint amilyen eddig volt, akkor megtörténhet a csoda, mint hogy felöltöztetjük ebbe a kis kolbászba. Remélem mindenki lát mindent. Megpróbálok. Figyeljetek oda arra, hogy úgy tekerjétek, hogy a levegő ne nagyon maradjon alatta, tehát ilyen űrbéli jelenet, tehát vákumot próbálok képezni teljesen manuálisan. Ez most már a levegő kitolása, és mint egy ilyen töltött káposztánál. Hát begyűröm alá, szerintem ez egynek elmegy. Jöhetnek a többiek. Sütésre készen áll a kolbi csapat, ruhásak, mesztelenek, picik, mindenki van, nincs kirekesztés. Ami viszont fontos, talán már láttátok előző videónkban, a ketchup felvizezve, tehát hogy egy picit vizesebb legyen, nehogy megégjen, ezzel bekenjük, hogy jól nézzenek ki, nem tudom miért a pucérokkal kezdtem, de mindegy, ők jobban szívják magukba. Jól fog kinézni, és a kolbász állagot szintén remekül tudjuk majd reprezentálni ezzel a külsővel. Irány a sütő, 200 fokon. Ne kérdezzétek hány perc, úgyis meg fogjátok tudni, mire már nézitek ezt a videót. Itt a kolbász bőség tálunk. Minden elemmel, amit megszoktunk a kolbászfogyasztással kapcsolatosan, vagy ha egyáltalán volt ilyen élményünk, a lényeg az, hogy ezt már mi gasztroangyalosan előre lesütöttük, mint ahogy látjátok. Ez a szelet azt demonstrálja, hogy nagyon szép és valóban szeletelhető, feltehető szendvicsre fogyasztható. Amikor kiszeditek a sütőből, ne ijedjetek meg, mert lehet, hogy még puhább lesz, de ahogy szépen egy 2-3 órát pihentetitek, ugyanilyen szép kis kemény és vágható lesz. 15-20 percig sütöttük, 180-200 fokon. A lényeg a sütésnél, ne felejtsétek el, inkább a víztartalom elvesztése, tehát nagyon elrontani nem lehet. Köszönöm, hogy velem voltatok, megcsináltuk együtt ezt a finom kis kolbászt. Itt a karantén és a nehéz időszak közepette finom ételt készítettünk. Ne várjátok azt a kolbászélményt, aki esetleg először csinál ilyet, mint a húsevő időszakotokban, arra emlékeznétek, de higgyétek el, nekem nagyon finom, használjatok hozzá finom ízesítőket, fűszereket, és az élmény nem fog elmaradni. Köszönöm, hogy velem voltatok még egyszer. Ne felejtjétek el, aki otthon marad, az most kardot ragad a koronavírus ellen. Ha tetszett a videó, lájkoljatok,
legyetek velünk legközelebb is, csinglingling, és a többi. Köszönöm, sziasztok!